Tehát a te narratív azonosságod az ebben a Magyarország történetben is szükségszerűen benne van. Akár kék vagy akár zöld, akár kékes zöld, zöldes kék, stb. Tehát, hogy nem is próbálod magadat kivonni ebből a történetből, mert tudod, hogy a történet nagyobb. A nyelv nagyobb a használóinál, azt hiszem ez egy Petri idézet, ami lehetne Heidegger is, de fordítva nem. Hogy ez, te például neked ez mennyire dilemma? Nekem nem dilemma, hanem nekem az a dilemma, hogy valaki úgy tud egy történetet elmondani, vagy úgy tud mindegy politikai, kulturális eseményeket értelmezni, úgy tud filozófiát csinálni, hogy ő nincs benne. Tehát a személytelenség a probléma, én nem hiszem el, hogy van, hogy létezhet ilyen. Az egy személyes választás, hogy én az objektív történet elbeszélés narratívájában mondom el, vagy szándékozom elmondani a történetet. Valami oka van annak, hogy én kívül akarok maradni. A legrosszabb az, hogyha azért akarok kívül maradni, mert kialakult egy olyan tudományos kánon, amelynek értelmében az művel történet tudomány, aki személytelenül mond el egy történetet. De attól az a történet nem lesz sokkal igazabb, mint aki személyesen mond el egy történetet. Egyébként a történet tudomány jelenleg mondjuk az angolszász világban ott tart, hogy kifejezetten az orális történelem, a történész az orális történet, valakik által elmondott mesékből, nem forrásokból építkezik, hanem ezekből a valakik által elmondott történetekből, és engedi ezeket a történeteket. Tehát próbál minél kevésbé ő maga benne lenni, és hagyni azt, hogy maguk a szereplők mondják el. Hát most hányszor hallottam azt, hogy valaki, hát tényleg aztán itt Magyarországon nem hiszem, hogy akik itt ülnek a család történetüket bárki elmondaná, hát az egy rémtörténet, az egy túlélések, katasztrófák, stb. Minden, én tényleg egy Szibériát ott, a Donkanyarod, a Gettón, 56, mit szemed? Na most hányszor hallottam azt, hogy mit tudsz te kisfiam, mit tudom én a második világháborúról, hiszen te nem is éltél akkor még, és én voltam ott a fronton, én voltam ott a munkatáborban, és így tovább, és így tovább. Most ez nyilvánvalóan nem stimmel, de ugyanakkor meg nagyon stimmel, mert tehát mindannyian tudjuk tapasztalatból, hogy valamit megélni, tehát a bőrünk kihatolóan, vagy az egzisztenciák, kihatolóan egy megrázkódtatást elszenvedni, és hallani róla, értesülni róla, tiszteletbe tartani, és ez két teljesen különböző dolog. Tehát, hogy engedjük beszélni nem a tényeket, hanem a lényeket. És azt a ránkboltozódó mondjuk kollektív tudattalant, ami mondjuk egyen álmennyezetként itt van a fejünk fölött. És pontosan. Illetőleg hát én legalábbis ebben a könyvben talán ez kiderül, én ezt hallom, mert nem feltétlenül a elbeszélésnek nem csak az egyetlen módja van, hogy valakik mikrofon elé odaállítják őket, ugye ilyen olyan nagy események vagy jelentéktelen események szereplői, és elmondják. Hanem az is van, hogy egy társadalom a minden, tehát abban, ahogy tartom a mikrofon, erről szól a módok 8. vagy nem tudom, 8. fejezet, ahogy tartom a mikrofont, ahogy a másik emberhez beszélek, ahogy észreveszem, nem veszem, ameddig elmegyek, hol vannak a határok, és ez kultúránként változik. És abban, ahogyan a magyar társadalom szereplői, és maga ez az egész, mint magyar társadalom, átmegy határokon, nem megy át, megcsinál valamit, nem csinál, engedi, hogy a dolgok így történjenek, csak ez folyamatos kommunikáció. Tehát ebben megjelenik a társadalom. Tehát én nem szociológusként, inkább valóban azt hiszem költőként, tehát olyan alkotó művészként a képzelet, tehát képzelő erő révén értek meg sok mindent, de az nagyon irritál, amikor például értelmezők, egy jó barátom írt egy kritikát, remélem nem fog megjelenni, aki ezt úgy érte, hogy nagyszerű, pompás, nem tudom, olyan, mint egy szabad vers, mint egy hatalmas kör. Tehát tulajdonképpen kivonta a tudományos diskurzusnak ha akarom, akkor jótékonyan, tehát hogy megkíméljen engem ettől, attól, ha akarom, gonoszul, mert azt mondja, hát ez nem komoly mű, hát ez a te költői munka, ahogyan politikusoknál szokták mondani, hogy ez az ő írói munkásság, hát ez az én írói munkásságom rész. Most ezt én nem tudom elfogadni, és azt sem tudom elfogadni, hogy ilyen szigorúan szétválasszuk ma
a tudóst, a tudományos beszédet, ettől a bizonyos, hát mondjuk költői, vagy fikciós. Ez mintha a kettő közé lenne célozva, nem mondjuk pamfletnek nem nevezném, mert az argumentet, de hogy mégis a közbeszédnek, vagy egyfajta az értelmiségi közbeszédnek, és pont ezek a fogalmak ezekben a hetekben azt hiszem erősen inflálódnak, és mondjuk újra értelmeződnek majd, hogy értelmiségi, meg annak az egész 20 éves története. Viszont azt szeretném mondani, hogy ugyan egyrészt tényleg ez az orál history, ami téged nagyon érdekel, másrészt meg a képeket nem véletlenül mondod, akár az ikont, akár a művészettörténetet, hogy ezek mégiscsak források, tehát hogy nem tudnak nem források lenni. Persze, csak az a kérdés, hogy ezeket mit ismerek el forrás? Mindent elismerek, minden lehetséges forrás a történeti vagyis a történész munkáját erősegítő, a gondolkodását stimuláló forrás, vagy azt mondom, hogy bocsánat, ezek ilyen puha dolgok, ezek vélemények, és ott vannak a számok, a tények. Kitűnő nincs itt véletlenül, az Ignác a Romsicsiknek nagy vitában voltunk nem olyan régen, aki GDP adatokban írja le azt, hogy a 200 év alatt Magyarország nem ugye ugyanazon a helyen maradt, mert vannak nem tudom pontosan, azt hiszem a 1870-es évektől, de lehet, hogy a 60-as évektől egy brit kutatóintézet vezet adatok. Tehát vannak ilyen úgynevezett GDP-ok, bruttó nemzeti termék. És akkor, hogy hát ki lehet mutatni, hogy egy helyben topog. Vagy lefele megy. Egyre jobban leszakadunk a nyugaton. Most ez úgy néz ki, hogy ez egy baromi objektív dolog. Számok, hát itt ne én mondom, hát tessék megnézni a számokat, magukért beszélni. Most nem igaz, mert ez el kell fogadnom azt a játékszabályt, hogy a számok azok magukért beszélnek. A számok szerintem nem beszélnek magukért. Mi beszéltetjük őket? Tehát ez, hogy a GDP hányféleképpen számolják ki a GDP adatot. Most ne menjünk ebbe bele, ez egy szakkérdés, én nem is értek hozzá. Csak tudom, hogy ezerféleképpen. Kettő. Mi beilleszkedik be? Ki mondta, hogy ez egy verseny? Ki mondta azt, hogy nekünk vers, tehát úgy kell meghatározni önmagunkat, hogy most mi közeledünk a nyugathoz, vagy távolodunk tőle, ilyen mutatók szerint. Hát az egyik legrosszabb, ez az utolérési modernizáció, ennek a kárvalotja többek között, egész közép és kelet. Ennek is, hát sok minden másnak, ő persze saját magának is a tehetetlenségének, de ennek a tévhogynak, miért kéne nekünk utolérni? Egy csomó dologban eszem ágában nincsen, ugye? Mint már csak azért sem, mert a világnézeti alapállásom nem engedi, még a politika is, hogy utol akarjam élni a fejlett, a nyugaton. Hát ez már 19. században. 200 éves kényszer a magyar felvilágosodás. Tehát oda akarok lyukadni, hogy mikor elfogadom a számokat, a tényeket, a statisztikai adatokat, akkor ezzel együtt elfogadok egy gondolkodást, választok egy gondolkodásmódot, választok egy értékrendet, döntök egy világnézet mellett, elfogadom azt, hogy így kell a dolgoknak történni. De ezzel szemben mondhat bárki bármi más, hogy nem így kell a dolgoknak történni. És akkor ő nem fogadja el ezt a, mit tudom én, milyen. Hát azért elég sok diskurzussal találkozunk nap, mint nap. Ezeknek egy részét azon az alapon szokták idiotizmusnak, hülyeségnek, nem tudom minek minősíteni, hogy nem felelnek meg a tényeknek. Ezek ott nincs, fogalmuk nincsen arról, hogy mik a GDP. Csak lények vannak, és elsősorban lények vannak, és nem szerintem tények. Szerintem lények vannak. A történelem rotyog és for, a történész pedig ás, és akkor így jön létre a forrás. Amikor Magyarországról beszélsz, meg a mai Magyarországról, egy Magyarország, két Magyarország, akkor ugye van ez a mi a magyar, ha nem kérdik folyton folyvás. Tehát te mennyire tekinted ezt a Magyarországot és Magyarságot egy ilyen kvázi belső ügynek, és mennyire tartod fontosnak, hogy mindig valahova elhelyezzük ezt az országot, ezt a népet, nemzetet, itt a fogalmak rettenetesen fontosak, ilyen vagy Közép-Európa, Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa. Van-e értelme szerinted ezeknek a összehasonlító szempontoknak? Vagy izgalmasabb, hogyha a kvázi, amennyire lehet módszertanilag mondjuk a belső ügyekre összpontosítani, azt nézni. Tehát amikor te Magyarországról beszélsz, akkor mennyire beszélsz egy közép-európai országról, vagy közép-kelet-európai országról, és mennyire beszélsz arról a konkrét, nem tudom miről, amiben nyakig vagyunk, vagy fejünk búbjáig. Hát az önérte, az egyéni szinten nézem az úgynevezett identitást, tehát az azonosságtudatot, akkor az... Magamat nem tudom másképp meghatározni, csak úgy, hogy mi nem vagyok. Tehát az legalábbis az első... Negatív esztétika. Hát a negatív. Ugye minden meghatározás az negáció. Tehát valami mással szemben. Tehát előbb születik meg valószínűleg a másság tudata, mint a saját tudatom. Vagyis ezek a
én nem tulajdonítom abszolút magyarázó érvet, vagy jelentőséget annak, hogy Közép-Európa, Kelet-Európa, nem tudom én milyen Európa, meg globalizáció, meg egyebek, de a saját helyemnek az értelmezésében, hogy tudjam, hogy hol vagyok, vagy tudjam, hogy mi vagyok és ki vagyok, abban ezek lehetséges segéd fogalmak. Hát én gyakran hivatkozom, és a mai napig érvényesnek tartom, történészek már réges-rég kidobták az ablakon, a Szűcs Jenőnek, az egyik legnagyobb 20. századi magyar történésznek, azt a kis eszéjét, amit még a Bibó emlékkönyvbe írt, a Bibó István halála után adtak ki Szamizdatba egy emlékkönyvet, aztán megjelent külön is, a Európa történelmi régióiról. És akkor azt mutatja ki, hogy Magyarország az egy valóban egy köztes alakulat, Csehország is, Lengyelország is, de azon belül is Magyarországnak megvannak a sajátosságai. Vannak itt nyugatias alkatelemek és keleties alkatelemek. Egyáltalán létrehozza Kelet-Európa fogalmát, meg szembeállítja Nyugat-Európát, stb. De most sok tekintetben talán túlhaladott, de két hete vagy három hete olvastam a Tárkinak egy kutatását, amiben a magyar mentalitást, egy ilyen értéktudat és egy összehasonlító vizsgálatnak veti alá, és az derül ki belőle, hogy Magyarország, a magyar társadalmi mentalitás az sokkal-sokkal közelebb áll a keletihez, tehát tetszik a romániai, sőt az orosz társadalom, az ortodox, döbbenetes, ugye, hogy a protestáns Kelet-Magyarország az közelebb áll az ortodox kultúrkörhöz, az alapértékeket tekintve. Mint a nyugat-európai protestantizmus. Na most a Tárki, persze ezek megint csak ugye empirikus adatok, amiknél mindig meg kell kérdezni, hogy szedted ki a te empirikus adataidat az empirikus megkérdezettekből, mert ugye ez egy külön metodológiai alapkérdés, és önmagukban nem vizsgálandók. Tehát mondjuk van egy ilyen sztereotípia, hogy a magyarok idegenellenessége. Ugye, hogy nagyon rosszul tűrik, nem fogadják be, stb. Ráadásul belső idegenek, de az egy külön történet. Ezt nem lehet megérteni önmagában. Tehát most kiemeltem, mondjuk azt mondom, van román mentalitás, orosz mentalitás, vagy ortodox mentalitás, katolikus, protestáns, stb. Akkor ezek azért meg, szóval nagyon nagy a veszélye, hogy valamit rosszul ítélek meg, mert nem biztos, hogy mi ahhoz vagyunk közelebb, hanem ezért van szüksége önmagunkban való megítélés, tehát hogy a dolgot önmagában is megítélt, mert szerintem nagy mértékben az ország átjáróház jellege, hadakútja jellege, amit később komp jellegnek, hát olyan helyen van geopolitikailag az ország, hogy most csak a kamionok mennek át rajta, de tényleg minden kamion átmegy Magyarországon, hát az isteni szerencse, ugye? De hát évszázadokon keresztül nem csak a kamionok mennek, tehát tárva, nyitva van az ország. Hát hihet döbbenetes, hogy a trianoni Magyarország, de nem is a Horthy korszakban, hanem a háború után, tehát a Kádár korszakban, amikor le voltak légmentesen zárva a határok, tehát amikor ugye nem nagyon lehetett szabadon, hogy a magyar társadalom számára, ugye ott a veszteség már a trianoni veszteség az ideológiából is kiszorult. Eltörpült, és jött egy ilyen végre nyugalom van. Végre minden baj, bogyodalom. Le vagyunk plombálva egy kicsit. Hát egyrészt szenvedett persze attól, hogy nem utazhat szabadon sokat, de másrészt azt nézd meg, hogy most ő azt szeretné, hogy szabadon utazzon, minden hová eljuthasson, de ide azért olyan nagyon szabadon ne utazhasson már be mindenki. Ugye? De ez emögött látni kell az évszázadokat, a kiszolgáltatottságnak, a függésnek, a eszet. Tényleg, mert mi a jelenben élünk. És ennél fogva közben az idegeinkben, a zsigereinkben azok az évszázadok vannak lerakódva. Mert kulturál, tehát az a nagy valami, amit mi nemzetnek, társadalomnak, nem tudom, minek szoktunk nevezni, az egy összefüggés rendszer, ugye? Azok kapcsolódásoknak a rendszerei, amik a kultúrán, tehát egyszerűen mit a nyelvünkön, a kultúránkon, a családunkon, a mindennapi személyes tapasztalatukon keresztül rakódik le belénk. Tehát mindig nem tudom, hogy ki, hogy hogyan van, nem ideológikus értelemben, a magyar társadalom, ilyen magyar társadalom, olyan Magyarország, ilyen Magyarország, olyan, és akkor döbbenten
ocsodik fel az ember azon, hogy jaj, de magyar vagyok ebben is, jaj, de... Jaj, magyarabb. Majd talán még egy kicsit magyarabb is vagyok. Tehát miközben, ez is egy kelet-európai sajátosság egyébként, hogy dühötten ostorozzuk magunkat, dühötten imádjuk magunkat, és kétségbeesetten, vagy éppen örömmel, mindegy, és jaj, hát de hát én... De mennyire azonos vagyok, miközben kilépek, és akkor szembe megyek azzal, ami vagyok, ami én vagyok. Tehát egyébként fárasztó minden nap így létezni, hát minden fárasztó. Nem tudom, de kell. De ugyanakkor meg kell.